Az 1980-as években az az igény hívta létre a Tamási Galériát, hogy a városban és környékén élők sokan szerettek volna képzőművészeti alkotásokkal és alkotókkal rendszeresen találkozni. Az első időkben a város környék, illetve Tolna megye alkotóinak kiállítása jelentette a programokat, jelentős részükkel személyes kapcsolatokat is ápolt a város művészetpártoló közössége. Aztán, ahogy haladt előre az idő, úgy országos ismertségű és elismertségű művészek is megmutatkoztak ebbe a galériába, amely kicsit hányattatott sorsú volt, hiszen a mostani a negyedik hely, ahol a városban, tulajdonképpen most már azt mondhatom, hogy végső otthonra talált a Tamási Galéria, mely időszakos és állandó gyűjteménynek is helyet ad, valamennyi kiállítás körülbelül egy hónap időtartamban látogatható. Ezek az időszaki kiállítások valóban országos, sőt, nagyon sokszor nemzetközi hírű művészeknek, Munkácsi díjas művészeknek is helyet, lehetőséget adnak a megmutatkozásra, illetve számunkra nagy megtiszteltetés, hogy ilyen művészeket is köszönhetünk itt. Ezúttal a Misla Art alkotótábor ezévi terméséből láthattak válogatást a látogatók. A Misla Art közösség fő célja egy szellemi műhely kialakítása. Az itt táborozó kortárs alkotók évről évre gyarapítják a gyűjteményt. Ők hívják meg azokat a művészeket, akik országhatáron belül és azon túl is már komoly rangot vívtak ki maguknak, tehát azt azért ki kell emelni, hogy itt a szó valódi értelmében professzionális művészek alkotótábora zajlik, művészeti tábora zajlik, és a Tamási Galéria felvette 10 évvel a megnyitás után velük a kapcsolatot, illetve ők is megkeresték a galériát, tulajdonképpen egy közös megegyezésen alapult az együttműködés. Minden évben a nyári alkotótáborukat követően az év elején, melyet zárójelbe jegyzem meg, az idén a pandémia felülírt, de az év elején az előző nyár képzőművészeti alkotótáborából nyílik egy kiállítás itt a Tamási Galériában. Ez egy csoportos kiállítás, hisz 15 művész vesz részt ezen az alkotótáboron, akik az utóbbi években már egy-egy hívó szóra készítik el az alkotásukat. Persze a művészi szabadság megtartása érdekében nem kell szigorúan ragaszkodni ehhez a hívó szóhoz. A most látható alkotások hívó szava az otthon volt, amely azt gondolom, hogy nyilván messze túlmutat egy helyrajzi számon, hanem olyan eszmei, érzelmi értékkel bír, amely nyilván egy érzékeny alkotót nagyon megragad, és az alkotásaink keresztül mi is bepillantást nyerhetünk az ő otthonukba. Az alkotók magyarországi, illetve határon túli alkotók is a Vajdaságból, Erdélyből és a Felvidékről is érkeznek Miszlára művészek, akikkel aztán itt mi is találkozunk, illetve a tamási látogatók is találkozhatnak velük a kiállítás megnyitóján és természetesen alkotásaikon keresztül. A Tamási Galériában az év folyamán még a tervek szerint Pámerné Bükki Klára fotóival és a helyi foltvarrókör alkotásaival találkozhatnak a látogatók.